Sziasztok! Csikó Zsolt vagyok. A kamera mögött pedig Peti, Franci, és bemutatnám új operatőrünket. Besenyei Peti, sziasztok. Ferit, és mivel van két Ferink, vagy két Petink, ezért egy Feri lesz mostantól, és ő lesz a Feri, és a másik Peti lesz a Peti. Tehát Franci lesz a kamera mögött, és jelen pillanatban most épp a Triumfot látjátok, mert ezzel az autóval ma délután elindulunk ketten Katival a Millemiára tudósítani. Holnap reggel jönnek utánunk a Pistáék, G meg a Peti, a másik Peti, és valahol Cserviánál találkozunk, ott másnap reggeltől vesszük a mezőnyt, megyünk velük, stb. Tehát egy ilyen kétautós támadás lesz. Én már részemről be vagyok csomagolva, a Kati még nincs becsomagolva, ő még dolgozni van, nekem is van még írnivalom van. Méghozzá vasárnapi Csíkzont kell megírnom, mert ez most a vasárnapi Csíkzonról szól, és kivételesen nem a Triumfról, mert ott föl van készítve, arról még lesz egy utólagos adás, hogy mit csináltam még rajta azután, hogy a legutóbbi esetben elejtettük. Hanem, hát ugye arról van szó, amikor ti ezt most vasárnap látjátok, ezt az adást, akkor mi már visszafelé jövünk a Millemiáról. Tehát mi már azon túl leszünk. Tehát a most vasárnapi adás nem a Triumfról szól, hanem a másik autóról, az Alfáról. Méghozzá a Nosiról, a Stepnose-ról, a Scalinóról, a Kantenhaubéről, a lépcsősorúról, arról, amit vettem, és nem arról, amit eladtam, mert azt már eladtam, mint mondtam nektek. Gyertek, menjünk át. Franci, üljünk be a zöld szörnyetekbe, és húzzunk el. Itt zuglóban egy másik helyre. Lehet, hogy nem lesz fék, mert utoljára a féket szereltem ezen az autón, jobb hátul. Megszűnt a nyeke-nyeke, de van fék valamennyi. Na, szóval kinn az autó, rajtam a mikrofon, mert az szétkapcsolt volna. És egy kicsit megnézzük, hogy mi a stájsz. Ugyanis ígértem nektek, hogy lesz egy állapotfelmérés erről az autóról, amit veletek együtt megcsinálok. Hát nyilván már előtte nézegettem, hogy készüljek, de most megnézzük egy kicsit a kasznit, megnézzük egy kicsit a belét, elmutogatom, hogy milyen feladatok lesznek vele, és elmutogatom, hogy miért projekt ez az autó, és ahogy az Alfa, a kis Alfa eladós videóhoz sokan kommenteltétek, hogy miért nem teszek alá valami normális féket, aztán megyünk, mert ezt nem lehet így levizsgáztatni, emberek. Egy körös fékrendszere van, magyar jogszabályok szerint, nem áll forgalomba így, csak OT minősítéssel, kizárólag. Máshogy ez nem autó, hanem vasdarab, legalábbis Magyarországon. Ahhoz pedig, hogy OT minősítés kapjon, ahhoz ez az állapot messze nem felel meg semminek. Nézzük a jó dolgokat. Kaptam az autóhoz, és erről majd én csináltam már egy videót, és majd elküldöm Francinak, hogy megvágja. Egy ilyen paksamétát. Azt hiszem, ezt látnotok kell, mert ez a dosszié, ez borzasztóan érdekes. Ezt kaptam az Alfa Romeo-hoz. És hát az élén az szerepel, hogy Alfa Romeo Giulia Sprint GT. Van egy ilyen füzetecském, 91-től vezetve, 91-től, 51.510 kilométerrel vette az ember, itt a farcaik sájnja, látod, a régi forgalmia, és hát nem keveset ment vele, tehát 91-ben
hamarabb vette, 89-ben vette, de 51.510 kilométernél volt olajcsere. 92 60 ezer. Ezek az olajcserék. 94 73 ezer. 96 82 ezer. 98 94 ezer. 2001-ben már 110.320-nál tartottunk. 2005-ben 124 ezernél. 2011-ben 138 ezernél, 2017-ben 142 ezernél, és 2021, akkor rosszul tudtam, 21-ben halt meg egy évvel ezelőtt, 2001-ben 157 ezernél tartott az autó. És azután halt meg az öreg Paulinyi, és ott nem megy tovább. Ez csak az olajcsere. Bremsschlauche, fékcsövek, féknyergek, 2008-ban újak voltak. Főhenger, 2003-ban új. Bremskraftverstärker, 97-ben új. És megmondom, hogy honnan vette, mindenhonnan gyűjtötte a papírokat, tessék. Itt a gyújtásról a papír. Az OKP-től vette a gyújtást, ez a gyújtás van benne, 1, 2, 3, alfa. Nézd meg. Itt vannak a jelleggörbéi a gyújtásnak, tessék. Amit az én autómban benne vannak. Gyerekek, ez önmagában egy érték. Itt van, 1, 2, 3, 289 euró, tessék, ez a gyújtás szett bele. Itt van az egész leírása, hogy kell beépíteni. Minden itt van. Akkor. Motor ki és beépítés, motor teljes felújítás, 1430 euró. Főtengely, csapágyakkal együtt felújítás, 375 euró. 480 euró a dugók, 145 euró tömítésszett, vízpumpa, vezérműlánc rövid, és vezérműlánc hosszú, mert két lánc van benne. Szelepvezetők, kipufogó szelep, szívó szelep, olajszűrő, forgattyúsház, talán nem is tudom, vonalba állítás, vezérműtengelyek, szelepfészkek, fagyálló, motorolaj, Sonic motormosás, hátsó híd tömítése, váltófolyadék, az összes elektronika megjavítva, 5300 euró, tessék, 5300 euró, kérlek szépen, 2018-ban tévedtem, 5 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt újították föl teljesen a motort, fullra. 4 évvel ezelőtti motor. De azért ez az autó, ez megérte az árát, én azt mondom, még hogyha kell is foglalkoznia a kaszniával. És akkor jönnek még az érdekesebbek. Frank Hanel, alfa kereskedő. GTA Felnik, 2015, bocsánat, 2000, mindent fejből mondtam, 2015, tehát 7 évesek a Felnik, 915 euróért vette a Felniket, vett rá új csavarokat, és mindenestől együtt 1200 eurót fizetett értük. 7 évvel ezelőtt, 1200 eurót. Hosszas döntés, de itt a teljes története az autónak, tessék. Itt van az ember, pipálgatta, hogy milyen gumit kéne rávenni. Dunlop, Uniroyal, azt tetszett neki valamiért. És még azt is fölírták neki a szerelők, hogy milyen nyomatékkal húzták meg a kerék anyákat. Ide néz.
Mutatok még valamit. Javításokról a képek. Polaroid kép. Első küszöbjavítás. Akkor még megvolt a felirat. Most már nincs meg. Itt van kivágva a küszöb. Csak nagyon rossz a minősége sajnos. Ez is megvan. Egészen elképesztő kordokumentum ez a dosszié. Én ilyet még nem is láttam autóhoz soha. Tehát ennyire durvát, privát kurír. Nézd meg, mi a fene van ebben. Keresztrejtvény, meg nem tudom mi, szervicekárte. Nem tudom. És akkor itt jön egy nagyon érdekes kis dosszié, amiben dátumokat keresünk, 2000 májusáról van szó, 2000 májusa. Itt jól írják Giuliának az autót. $18,000 márkára értékelték az autót, az körülbelül akkor ilyen 10,000 euró volt, hát jól fölment az értéke. És látod? Itt a kocsi, még az eredeti kerekein. Erre mondtam, hogy ezek a kerekek sajnos szerintem a kukában landoltak, amikor én sajnos megvettem az autót, mert az örökösök azok nem nagyon szoktak az ilyennel törődni, hogy ezeket a szírszarokat, ezeket megmentsék. De hát ő volt. És hát 2000-ben biztosan piros volt az autó, és szerintem 2000-ben is törött volt az első lökhárítója. Legalábbis ez így nagyon lejt, itt van egy ilyen görbeség benne. Ez így használta, ilyen, nem tudom. És már akkor benne voltak a nagy szögletes hangszórók hátul. Ez a rádió benne volt, de még az olasz fura szőnyeg volt benne, ez a gumiszőnyeg. És nézd meg, még ezért volt rajta a nem rávaló légszűrő, mert ez ugye az a fajta motor, aminek keresztbe kell mennie a légszűrő csatornának fölötte. Itt van a szelepfedél kihomorítva, hogy elférjen a csatorna, ez a régi fajta motor, de az újfajta légszűrő volt rajta. Volt annyira igényes, hogy ezt visszaalakította. De a lökhárítót meg nem. Nagyon-nagyon érdekes egy ilyen kordokumentumot nézegetni, hogy pontosan mi történhetett az autóval. És akkor mész tovább, itt az olasz forgalmia, ide néz. Kittunk, itt van, hogy Antonio Caliandro, az már német, tehát ez szerintem egy olasz kereskedő volt. Igen. 50,000 lira, nem tudom mi, Italien is ez. Nem tudom, ez a kivonás. 50,000 lira, az kicsit sok lenne. Itt van egy papír, nem is tudom miről. Hát ez egy hőnyomtatott papír volt, amin már nem látszik semmi. Mert a hőnyomtatott papírok nem látszak, ezek alkatrész számok, úgy látom. Alkatrész kódok, és itt van a forgalmia. Látod? Sprint GT. Ezek a számok. Ezek a vászszámok. Ez pedig Cadei Aldo Residente in Villongo. De mi az, hogy németül is bele van? Ja, ez egy rápecsételt. Für die Zulassung des Fahrzeugs, de Fahrzeugbrief Vordruck. Ja, igen, hogy egy előző forgalmi szerint. Fú, de marha érdekes. Dia cette cilindrata totale 1570. És hát itt van lenne a forgalmiban az összes bejegyzés, ami nincs. És itt van
Igen, villangóból volt. Ez egy villangós autó. Egészen elképesztő. Ezek régi dokumentumok. Ez tudod mikor? 74-es dokumentum. Tessék, autovettura, carta di circolazione. Jó, nem? Tehát az, amikor egy autóhoz ennyi minden megvan, scrittura privata, itt van egy kis szerelőkönyv hozzá, minden, minden. Szóval figyelj, egészen fantasztikus ez a dosszié, órákon át lehet nézegetni, és nagyjából ilyen az autó, itt látod az autót, így megelevenedik a szemed előtt az, hogy hogyan tartották karban, hogy hogyan használták, hogy mennyit ment, hogy mit, és nagyon-nagyon bizalomgerjesztő az egész. Szóval most nagyon tetszik. És ez az, amiről eddig hallgattam, vagy legalábbis nem nagyon mutogattam, hogy emberek, abban 1989 óta benn van a tulajdonosnak az összes számlája. Ennek az autónak jelen pillanatban úgy fel van újítva a váltója, hogy jobb, mint bármilyen Alfa vált, amit valaha kipróbáltam. A motorját 5400 euróért újították föl, két új vezérműtengelyt is tettek bele. És persze új hüvelyek, dugók, csapágyak, minden új benne, mert a motor, váltó rohadtul meg van csinálva. A fékére egy vagyont költöttek. Ezek a kerekek, ezek a GTA kerekek, ezek 1300 euróba kerültek körben az autón 3 évvel ezelőtt. 3 éve vette az ember ezeket az alukerekeket. Ezek a klasszikus GTA felnik, amik ezeknek az autóknak a maguk korában a saját kerekei voltak. A Giugiaro, a Friedenstein Giugiaro gumik, kvázi újak. Én kezdtem el igazán használni őket, amikor hazajöttem vele az autóval Magstadtból. Ez a garnitúra gumi 420 euró volt, 3 évvel ezelőtt. Tulajdonos 2 évvel ezelőtt meghalt. Képzelhetitek, hogy mennyi használatot láttak. Hát fék, váltó, motor, kerekek, mind felújítva. Rohadt sok pénzt elköltött az ember az autóra. Nagyon szerette ezt a kocsit, és nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkozott vele. Hát ezért is jött haza ez ilyen könnyen Magstadtból. Nézd meg, motornak semmi füstje. Mutatom, hogy megy. Tessék, mint a sejem. Egy szemmechanikai zaja nincs. Semmi. Ennyire zajtalan, ennyire rohadtul zajtalan ilyen buszó motort nem nagyon hallottál még. Hát volt mire kiadni a pénzt, és én láttam azt a dossziét, és az döbbenet volt. Na most, ez ugye a klasszikus régi fajta Alfa Romeo, és ami aggasztó benne, és ezt láttam a képeken, hogy itt van rohadás. Itt, gyere, várjál, innen, gyere, Franci. Innen, látod, ott van rohadás, de ez nem strukturális. Ezt végigvakargattam ott belül csavarhúzóval, most már megint megrosdásodott, egy időben volt ott egy tisztább íze, hanem itt a fék folyadék kijött valahol ezekből a dolgokból, és akkor itt lett egy felszíni rozsda. Tehát ezzel remélem nem lesz nagy gond. A másik probléma. Itt van egy ilyen randa festegetés, látod? De ez is inkább csak festegetés, hogyha megnézed, ez vékony lemez. Ez vékony lemez, itt nincs álcázva semmi. Mert ezzel se lesz remélem probléma. Az autón itt alul, itt ezen a tájon főleg, már nem mutat semmit a réteg vastagságmérő, tehát itt olyan vastag git van rajta, hogy azt, ha leszedjük, akkor nem tudom, mit találunk alatta. A sávvédő ívek különben szépek és egyenletesek, tehát hogyha véghúzod a kezed, ez ugye a használt autóknál az egyik trükk, hogy így véghúzod az ujjadat, és hogyha ilyen rücskös, rozsdás, ízés szar találsz, akkor ott nagyon el van rohadva, mert ennek végig egyenes. Húzd meg, nézd meg, hogy igazából ott a belső nem. De azért vannak rajta már itt rügyek, tehát itt biztos, hogy vágni kell belőle. Itt reped a festék, itt repedezik a festék, ez teljesen le van mattulva és tiszta repedés.
ezen hullámos a festék, és bugyborékos, és csúnya, akkor itt már még jobban reped a festék, ez úgy látszik egy neurológikus pont ezeknél az alfáknál. A gumi teljesen szar, tehát ez a gumikéder, hát ez még úgy, ahogy, de ez is pöcsék. Az első gumikéder az förtelmes, ez konkrétan helyből kuka, ez hozzányúlsz és törik. Szóval ilyenek vannak. Akkor, most van az, hogy le kell térdelnünk imához, mert az autónak itt van egy nagyon ronda, rozsdás gócpontja, látod? Tiszta hullám az egész, dudor, ezért így málik. Látod? Így törni lehet a festéket róla. Itt biztos, hogy ez a góc, ez szar. Az ajtó minden irányban lóg. Eleve kitörték az ajtóhatárolót belőle, és így lóg mindenhogy. Csukni, nyitni, helyjel közel, így lehet. Ez borzalmas, mindig szétveri magát, az AMTS-en ezért nem nyitogattam senkinek, mert ez minden csukásnál egyre jobban szétmegy. Itt is vannak rozsdák, ott a gumikédernél, itt belül. Ez a kéder, ez szarul illeszkedik, szar is, el is csípte már az ajtó, túloldali, szintén szar. Oké, ajtó túlnyitott, ja, git jön, ajtó túlnyitották, nyilván benne nincs határoló, akkor mindig, ha itt látsz egy jelet egy ajtón, mindig nézd az ajtóhatárolót, hogy mi a helyzet vele. Na hát ezt is túlnyitották. Akkor, a motortérben alapvetően csak apró rendbe tenni valók vannak, hát ez szörnyen néz ki ez a kupak, ugye? Akkor ezt az egész fék devandert, ezt meg kéne takarítani. Ennek ugye olyan a fékje, hogy mivel álló pedálok vannak benne, lefelé, hátrafelé a kardánalgútban van a főhenger. Egykörös, nem lehet kicserélni kétkörös, mert mindenki azt mondta, hogy miért nem teszek föl kétkörös, nem fér el. Így szűkül a kardánalagút, benne van a váltó, és mellette ott lapul meg egy egykörös picike főhenger. Ez a probléma. Ez a kardán középcsapágy, ez teljesen ló. Jó, hogy nem verte szét az egész alját. Érdekes, hogy itt alulról milyen rendben van minden. Kicsit koszos. Nem van rajta mind a három dob. Itt van alul a fékfőhenger. Alsó pedálok. Aha. Ezen piros bogik vannak. Azért ilyen rohadt jó az úttartása. Nem lehet kicserélni. Az nyomja ide föl a fékfolyadékot ebbe a másodlagos főhengerbe, amin van a szervó. Hát ez ilyen két lépcsősen szervósít. Nagyon jó a fék rajta. Eszeveszett fék van ezen az autón. Egészen döbbenetes fék van. A kormánya is eszeveszett jó. Ez az autó szerintem műszakilag most... Hát, ennyi vezetés után nem mernék ilyet kijelenteni, de azt érzem, hogy műszakilag jobb, mint az, amit eladtam, pedig abba borzalmasan sok pénzt tettem bele. És mégis ez finomabb a kormány, finomabb a váltó, jobb a fék, csendesebb a motor, az egész valahogy egyebben van. Csak a kaszni szét akar hullani körülötte, mert nagyon sok probléma van. Ugye nézzétek, hogy ez a régi fajta motor, tehát ennek nem ott van a légszűrője, egy pléház, amit fölül átszívja, és erre az oldalra hozták. Ez egy nagyon karakteres dolog, hogy így állnak benne a csövek. Természetesen 4 a 2-be, és 2 a nagyon hátul 1-be leömlője van, ahogy kell egy ilyen autónak. Ettől is van ez a jellegzetes hangja, és ettől van a viszonylag jó öblítése a motornak. Ebbe már beletettem azt az akkumulátort, amit egy szegény embertől kaptam egyszer tesztelni, és megígértem neki, hogy majd mutogatom mindenhol. Ez egy vasszulfát akkumulátor, kínai, azt hiszem 120 000 forint egy ilyen akkumulátor.
Ezt a Covid elején kaptam, és a srác úgy jött ide, hogy mondta, hogy hát másnap valószínűleg becsukja a cégét, be kellett rendelnie belőle 100 darabot, és ez egy ilyen 3 grammos akku, tehát tök könnyű. Nézd meg, most is 14,4 volt van benne. Ezt az autót az ANTS óta nem indítottam be, akkor is csak az ANTS-re mentem vele, tehát nem töltött semmit. 14,2 volt, mikor most beültem a garázsban. Eszeveszetten tartja a töltést, fejre lehet állítani, dobálni lehet minden, és közben is leadja mindig a feszültséget, és az élettartam az ilyen 10 év körüli. Ez a vándor akum, amit nagyon szeretek, és mindig olyan járművekben tartom, ahol ilyen mostoha igénybevétel van. Mutatom, hogy mennyire más ez az autó, mint a régi. A régi autómnak a géptető nyitását az segítette 2 torziós rugó, ami itt ment, és itt csúszott egy ilyen műanyagban. És a kitámasztó az itt volt, innen kellett fölhúzni ide. Ennek nincs segítsége, ez dög nehéz, és ennek a régi Giuliámhoz hasonló ilyen rugós kitámasztása, ami csak oda fölbillen, látod? Más ez a része, hogy így átköt, teljesen más a fékrendszere, tehát ez egy másik jellegű autó. Annyira vicces, hogy még az ablaktörlője is más, hogyha megnézed, a másiknak voltak itt ilyen szürke kupakok, és sűjesztékben voltak az anyák, ennek meg innen fölülről van ilyen zárt anyája, ez egy teljesen más rendszerű ablaktörlő tengely kivezetés, és más rendszerű maga az ablaktörlő is, bár ezt szerintem kicserélték, mert ez a visszahajlós dolog, ez modern. Tehát nem is tudom, hogy honnan van átapplikálva, nem hinném, hogy a Szegedstől, hát találtak valami hasonló kúp végződésű és hasonló hosszúságú ilyen kart. Nagyon hasonlít a Mercedeséhez, de nem Mercedesé, mert a Mercedesé az alumínium és szögletes, vagy rozsdamentes acél le van mattítva és szögletes. Egész más a spritznie az autónak, mint a másiké volt. És ugye teljesen más ez az index is rajta. És látszik, hogy ezt az oldalát összetörték a kocsinak több minden miatt. Egyrészt ez a lámpakarika rozsdás. Ez a lökhárító hullámos. Ez a rész beljebb van, mint ez a rész, így láthatóan így el van ferdülve itt alul. Tehát ezt mindenképpen csinálni kell. Amit nagyon sokára vettem észre, hogy a 3 pálca, ami az 1600-as modell jellegzetessége, a legkorábbi, de már faceliftelt modellnek ilyen volt a maszkja, az itt nem folytatódik. Ide az 1003-asnak az alkatrészét tették bele. Hibás. Itt 3 pálcásnak kell lenni, mint a túloldalon. Le vannak mattulva az indexek, ilyeneket már vettem újakat. Viszont nagyon szép az embléma, nagyon pici kráteresség van rajta, ez szebb, mint a régi autómon volt az embléma. Ez azért klassz. A lépcsős orr, a nózi, a Kantenhaube az emiatt lépcsős, mert itt ez az autó beengedte a motortérbe a szellőző levegőt, hogy ott is átöblítse. Aztán később erről lemondtak. Ez az abszolút karakterisztiká ennek a fajta korai alfának. Aztán, ha megnézed, itt is van valami, ami nem stimmel. Nézd meg, nem ér le a maszk addig a rögzítő pöttyig. Hogy? Ott leér. Itt nem ér le. Tehát itt valami nincs rendben az elejével, ezt rendbe kell majd tenni. Viszont legalább a futóműve jó. Látszik, hogy ez az index, ez régi, mert ez le van mattulva, a túloldalon szép a krómia, azt már kicserélték. Valószínűleg, amikor összetört, akkor. Ez az ajtó, ez itt is meg van repedve a git, ennek a zárszerkezete szar. És ezt úgy lehet nyitni, hogy így rángatod össze-vissza. Ez nem lóg egyáltalán, ennek jó a zsanérja, de itt meg más problémák vannak. Akkor. Ezek a régi könyöklők, ilyet nem lehet kapni, csak újabbik fajtát, és ez nem való ebbe az autóba. Ebből kipergett belülről a szivacs. Most én nagyon remélem, a másikat már leszettem, hogy valahogy én ezt ki tudom egészíteni púrhabbal, és akkor megint ilyen formájú lesz. Mert ez belül üres. Ebben van egy fém szerkezet, ami oda csavarodik, itt a csavarokon át, itt van 2 csavarjuk. És ha leveszed, benne így lötyög most a fémszerkezet. Ennek itt be van dögölve teljesen ez a nyitója. Ez annyira nehezen jár, hogy ez hihetetlen. Le vannak teljesen kráteresedve az ablakemelők. De a belső tér, gyere! És akkor innen mutatom, hogy a belső tere hogy néz ki. Elsőre belenézel, nagyon szép.
kék a belseje, nagyon ritka. A Littner Zsolti barátom mondta, hogy ezek az autók piros, akkor fekete belsős. De nem, nem. Ez nagyon úgy néz ki ez az autó, hogy ez mindig is kék belsős volt, ez rohadtul az eredeti belseje. És ez egy 66-os autó, tehát a nagyon korai szériák közül való, de teljesen más a bele, mint a másiké. Itt már ugye leszettem ezt a könyöklőt, ez a garázsban van, mert az alapján szeretném kitalálni, hogy hogyan csinálom meg. Valami nedvességet látott ez a kocsi itt belül, mert oxidált csavarok. Ugye? Akkor tükörnek a szára oxidált, és ez egy olyan tükör, amit nem lehet kapni, mert a nagy része ezeknek az autóknak a biztonsági lepattanós tükörrel készült, ez a korai, ez a fajta tükör nincs, és sajnos ez így lötyög, tehát ez mindig elállítódik, valószínűleg a szerkezete is rossz, mindegy, majd ezzel foglalkozni kell. Ami óriási dolog az, hogy drap benne minden, ez is drap, meg az a fogantyú is drappot fölül, az a napellenzők drappok, ugyanis az szinte, tehát ezeknek a Bertónéknek a 90%-a, 95%-a már feketével készült, csak ezekben a koraiakban van ilyen drap színű. Tehát erről is itt pereg mindenhol a króm, annak a rögzítéséről pereg mindenhol a króm, nem tudom, hogy oda tudod-e fordítani a kamerát. Tehát itt minden valahogy nagyon-nagyon sok nedvességet látott. Az üléssín rozsdás. A pedál, ugye ebben álló pedálok vannak, a rúdja rozsdás. Erről lejött ez a perem, de hát tök mindegy, hogy lejött-e, mert málik róla a műbőr, ez egy papundekli szar, ezt úgy is ki kell cserélni, hál' Istennek ilyet lehet kapni, és ez ugyanolyan, mint a későbbi modelleken. Itt egy időre szóló parkolási akármi. Ezek a gombok, ugye a kézigáz, meg a szivató, ezek is teljesen le vannak rohadva. Itt nem is tudom, itt van egy kapcsoló, ez nem is tudom minek van, de van egy kapcsolónk. És akkor a fájóbb dolgok, mert ezeket mind meg lehet csinálni. Fájóbb dolgok. Műbőrön lyuk. Azért ez egy elég spéci sötétkék műbőr. Ilyen nagyon erős tartású. Tehát ezt remélem, hogy majd hátulról meg tudja csinálni a kárpitos, hogy ez valahogy alulról vissza legyen ragasztva. Egy kis repedés nem fog zavarni, de az, hogy majdnem kiukad, az zavar. Műszerfal. Nem tudném, mi van itt alatta, de hogyha leszedem, akkor itt érzem, hogy itt hiányosság van, látod? Itt is el van repedve a műszerfal, és ez valami ilyen műbőrrel borított szivacs volt, ami sajnos ilyen műszerfalt egyáltalán nem lehet kapni, és egyáltalán nincs. Ezek az órák nem működnek, se a vízhőmérsékletet, sem az olajhőmérsékletet nem mutatja, pedig nagyon klassz, hogy van benne ilyen műszer. Az összes többi dolog működik. Ablaktörlő egyfokozatú, működik. Fűtőventilátor egyfokozatú, működik. Fűtés úgy, ahogy van benne. Olajnyomás zseniálisan fönn van. Benzinmérő tökéletesen működik. Fordulatszámmérő, sebmérő tökéletesen működik. Kesztyűtartó működik. Megvan benne a lámpa, nem világít, mindegy, majd meglátjuk, hogy miért nem világít, de működik, ezt csak le kell festeni, nem valami ragasztó van, ez nem korrózió. Szóval vannak bajok az autóval, nézzük, milyen aranyos régi fajta hamutartója van. Ez a kicsike fajta, a későbbi már sokkal szélesebb volt, ennél előre lehet tolni az ülést, mert elfér, mert még gondoltak arra, hogy keskenyítsenek, a későbbi ilyen széles volt, ülést akadályozta a mozgásban. De az ember megvette az új kárpitokat az autó. Ezek effektíve új szőnyegek, nem hinném, hogy az eredetiek maradtak meg ilyen állapotban. A kocsi története ugye az, hogy 1989-ben került Gütersloh-ba, egy Igor Paulinyi nevű emberhez, nagyon magyaros neve van, NY, de hát lehet, hogy csak valami más írásmód. A Facebookon kerestem utána, és az ember valamilyen orvos lehetett, mert ilyen kuncsaf, ilyen paciensek írtak neki, hogy meg köszönjük, meg nem tudom mi, meg Egy jó módú embernek tűnt, legalábbis abból a pár képből, ami a Facebookon van, és nagyon úgy tűnik, hogy ez volt az egyetlen veterán autója, és ezt nagyon szerette.
és 2000-ben halt, vagy 2020-ban halt meg, 2022-ben vettem ezt az autót. Az autónak meg annyi előtörténete van még a köztes időre, hogy találtam a cash-ben egy 29.900 eurós ajánlatot róla, ami fél óráig létezett. Tehát szerintem akkor látatlanban megvette az öbür a török kereskedőm. Nekem már 39.900 volt kitéve, és én ugye abból alkuttam egy jó adagot, amennyit bírtam. Na, szóval kézifék működik, fehér gombos kézifék, ez is nagyon ritkaság, ez is a régi fajta. És ami még nagyon más az autóban, azon kívül, hogy lógó pedáljai vannak, meg hogy a kormány, ez a legkorábbi fajta kormány, ez a lapos közepű kormány, ezután egy-két hónappal már egy egészen másfajta kormány volt ezekben az autóban, és egy nagyon szép kormány szerintem, olyan igazi veterán autó kormánya van, olyan arhaikus, ugye? Na mindegy. De ennek is a küllői mind, látod, ez szerintem krómozott, és a küllői mind kicsit meg vannak öregedve, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, a franc tudja, ez a része szerintem alumínium, ha majd foglalkozni kell vele. Van benne egy ronda rádió, ez a Blaupunkt, ez egy ilyen 91-2 körüli Blaupunkt, a maga idejében biztos nagy dolog volt, két nagy ronda szögletes hangszóróval, most hál' Istennek a Berton eredeti kaszniában is ott van két nagy luk, inkább könnyítésnek, mint sem hangszórónak. Tehát nem vágta meg a kasznit vele, de azért ez a két szögletes dolog, ez ronda. De lehet, hogy valami oválisat, vagy nem tudom mit fog betenni. Ezt majd meglátjuk. Mázli, krómok, mindenhol szépek. Ezek a fülek mindenhol működnek. Új gumit vettek ide, én ezt sose léptem meg a saját Bertonémra. Ebben itt új ez az elefántfülgumi, ez sem egy olcsó alkatrész különben. Szóval tele van az autó olyan jelekkel, hogy mérhetetlenül locsolták rá a pénzt, de aztán valahol elfáradt a szándék. Nem tudom pontosan hol, de olyan, mondom, ilyen vegyes az egész. Ilyen könnyen megy a sineken az ülés, tehát hogy egy kézzel mozog. Tehát azért ez valahol egy nagyon-nagyon szeretett autó volt. Olyan jó belelátni a történetébe, hogy itt volt ez az ember, és láthatóan ez volt a szemefénye ez a kocsi, és most nekem itt a hervat pompájában még épp az összedőlés előtt meg kell mentenem, hogy jól érezze magát. Ezért nem is fáj annyira a zöld merci, mert lehet, hogy az apámé volt, és az elment, de ez egy egymilliószor jobb autó, egy egymilliószor élvezetesebb autó, és itt is van egy történetem, és egyet megmentettem, most mentek még egyet. És ez nem az útszéli roncs, amit porból kell megmenteni, hanem egy ilyen belátható dolog. Mutatom a hátulját, jövök át a te oldaladra. Fú, ez az ajtó. Ezeknek az autóknak, a koraiaknak a jobb oldalon volt a nyitójuk. Logikus, nem? Mert hogy a vezető nyitná, akkor mindig ki kell nyitnia ezt az ajtót, hogy a hátulját kinyissa. És még krómozott, nem alumínium nyitójuk volt, egész más ez a szerkezet. Ugyanolyan formájú, mint a régié, de nem matt, hanem ilyen fényes. Ezt húzod meg, és akkor nyílik. A csomagtartónál egészen szép állapotokat látunk. Tehát, hogyha így belenézel, akkor én ezt szedtem föl először az autónál. Ez a régi rendszáma, még a Gütersloh-i rendszáma is megvan, látod? Ez az eredetie, amivel nagyon sokáig működött. De szóval itt nincsenek ilyen vészes problémák. Nézd meg, hogyha kiszedném a pótkereket, ott se látnál, van egy-két kezdemény, de semmi halálos. Ez az autó itt szép. Nem is nagyon látszik, hogy törték volna, és nem is nagyon látszik, hogy korrózió lenne rajta. A padlógumia jó állapotban van, rajta van az Alfa logó, ahogy kell, ez szerintem egy új padlógumi. Ilyen alkatrészt, ezt a hátfalgumit, ezt sajnos nem lehet kapni, ez ebben is darabokban van, a másikban is darabokban volt. Nem tudunk mit kezdeni, ez ide való erre, és itt van még egy króm fedél, ami szintén megvan otthon a garázsban, csak nem tettem vissza, mert különben nem tudom szerelni a rendszámtartót. Szóval, itt ez bizalomgerjesztő ez az egész, ahogy ez kinéz. Nem tudom. Nézd meg, hogy itt még
ez vajon egy eredeti matrica, mert nagyon annak néz ki. És akkor az azt jelenti, hogy piros volt az autó. Látod? Piros. A hozzávaló rendszámtartó, az olasz rendszámtartó, ami ide besüllyed, a hátfal vonalát követi, ez a két csavarja is megvan valahol, ez is nagyon klassz. És ebbe bele lehet tenni a magyar rendszámot. Viszont ezek az olcsó búrák, mert az egybeöntött műanyag macskaszem van bennük, holott az eredeti búrájában abban ez külön csavarozódik bele. És imbuszcsavarokkal tette bele az ember. Szóval olcsó, de itt meg igény van. Nem értem az egész dolgot. Ez annyira vegyes az autó, hogy az hihetetlen. Ez is különben teljesen más, mint a régié volt, mert a régiének két krómozott darabból volt itt ez a része, és itt a zár is egy picit máshogy nézett ki. Ennek egy nagy krómozott darab van. Annyi különbség van ezek között az autók között, olyan más szériák. Ennek nem tudom, hogy kell-e ide gumi, mert itt van a gumitömítése, látod? A másiknak itt volt a gumitömítése a peremen rajta. És nem hinném, hogy kell, mert nézd meg, ott van benne a vájú, látod? Tehát erről nem hiányzik itt valami, hanem ennek így kell kinéznie. Talán. Lehet, hogy azért egy vékony gumicsíkot húzok majd rá. Szóval az egész autó ilyen nagyon vegyes. És hogyha megnézed az alját, aládugod a... Elsőre sikerült becsuknom. Aládugod a kamerát, akkor... Nagy drámák nincsenek, tehát itt is van rügyezés, de gyönyörűek a hoztartók, gyönyörűek a keresztartók. Ez alatt az autó alatt nincs olajfolt, ellentétben az összes többi autómmal. Tényleg nem látom rajta azt, hogy ez itt szét akarna állani. A kipufogónak nagyon furcsa hangja van. Én a réginek jobban szerettem a hangját, azon imaszaf kipufogók voltak, vagy kipufogó volt. Ez valami más, ez nagyon zajos, meg durrog, meg nem tudom mi, ez valami idegen dolog. Viszont, ja, még mutatok dolgokat, hogy milyen drága cuccok vannak, maradj a kocsi elejénél. Újra kinyitom, mert ez mind azt mutatja, hogy mennyire gondosan álltak hozzá. Itt egy újtás elosztónk. Leszettem megnézni a megszakító hézagot, és basszus, nincs. Ebben egy 1-2-3 gyújtás elektronika van, az ott egy 120 000 forintos gyújtás elektronika. Látod? De mondom, hogy költötték rá a pénzt, költött, egy rohadt drága trafó van benne. Piros koni lengéscsillapítók vannak alatta. Piros konik. A klasszik konik. Nagyon jók különben. Lehet, hogy ennek az autónak jobb a rugózása, meg az úttartása, mint a pirosomé volt, amit megültettem. És később elkezdtem már bánni, hogy megültettem, mert a rugózási komfort az összeomlott benne, ennek még jó. És ez is kvázi ugyanolyan úttartású autó. És hát menni vele pedig jobb, mert ez sokkal nyomatékosabb, sokkal erősebb. Az egész autó olyan instant, olyan menni akar, olyan dühös. A kicsi az mindig olyan, hogy húzatni kellett, és akkor meg kipörgetted, akkor az úgy ment, de ez úgy... Ez egy genyú. Na, szóval, ja, a tervek. Most az a tervünk, kutya, szia! Nem jön ide. A tervek most azok, hogy ugye az, hogy eladtam az 1003-ast, most van pénzem arra, hogy ezt megcsináljam. Ugye nem az egész árát fogom elkölteni rá, de ez az autó, ennek a szétszedése, én nem tudok nekiállni, nincs rá időm, tehát heti 3 órában ez 2090-re szedődne szét. Tehát egy barátom fogja csinálni a szétszedést, akinek az autószerelés a fő profilja. Ő körülbelül 2 hét alatt kicsontozza az egész autót. Ki kell csontozni, mert ezt az egész ajtót le kell festeni, itt ki kell szedni a gumit, tehát szét kell szedni, nem úszom meg. Hát, hogy apró, tehát az ő módszer, és én csak olyan emberhez voltam hajlandó fordulni, aki precíz, akinek láttam a munkáját, és akiről tudom, hogy mennyire derékszögű, és mennyire mindent fölír, mindent fotóz, minden. Ez egy nagyon érzékeny dolog, mert ez a végén egy nagyon értékes autó lesz. Tehát, Árpi szét fogja szedni az autót 2 hét alatt,
szeptember közepén viszem hozzá, addigra írd be egy lukat, és szeptember végére, 2 hét alatt kész van vele, tervezhetően. És Árpi tervezhető csávó, láttam már, hogy miket dolgozik, ő így dolgozik. 2 hét alatt ki lesz csontozva. Október elejére tehát bejelentettem Linciékhez, akiknél készült egy új karosszéria műhely, és ott van egy német karosszériása, Németországból hazajött magyar karosszériása, aki állítólag egy pápa, egy elképesztő tudású ember, aki... Na, jó, hogy pont itt fordul meg. A dízelek mindig úgy zavarják az adást, ez nem igaz. Tehát az ember hazajött Németországból, mondta, hogy most már neki nem kell bebizonyítani semmit, ő szeretne ingyenc autókat csinálni, iszonyatosan gyorsan dolgozik. Tehát oda megy a műhelybe, egész nap dolgozik, hazamegy, másnap reggel elkezdi, megint egész nap dolgozik. Kérdeztem a Lincit, hogy hát mennyi idő alatt lesz ez megcsinálva. Mondta, hogy az összes peremet végig homok fújják, hogy látszódjanak az illesztések, meg egyebek. Minden peremet, a közepét azt lenégertárcsázzák, hogy ne hullámosodjanak meg a lemezek, mert ha teljes homok szórod az autót, akkor lehet, hogy meghullámosodik. És mondta, hogy ja, hát a homok szórás, hát ő ezt szervezi, tük-tük-tük, az 2 nap alatt megvan az egész, le lesz fémig takarítva, onnantól 2 hét. 2 hét? Mondom, nekem ilyen egy éveket szokott karosszériásoknál lenni az autóm. Mondja, az ember dolgozik, átlát, tudja, annyi lehet a probléma, hogyha valamit le kell gyártani, és ez nagyon komplikált, azzal egy kicsit el tud tökölni, de 2 hétbe bele fog férni. Tudod, kapkodod a levegőt, hogy ilyen nincs, de van. Na, akkor október közepére elméletileg kész a karosszériázás. Én a Lincit ismerem, ő borzasztó precíz, tehát hogyha ő ilyet mer mondani, akkor szerintem az annyi lesz, vagy különben ő csinálja meg. Utána fényező kell. Fényező is van ott Győr környékén, de mondja, hogy még abból többet kell válogatni, tehát arra számoljunk azért egy hónapot. Az azt jelenti, hogy november közepe. November közepére összeáll az autó, karosszériailag, fényezésileg. Addigra nekem mindent be kell szereznem. Gumikédert, amit a horogárpi listát fog készíteni az alkatrészekből, amiket nekem be kell szereznem. Amit ő tud, azt nyilván ő elvisz galvanizálni, mert neki vannak olyan kapcsolatai, stb. Tehát ez egy együttes munka lesz, leülünk együtt, és csinálunk egy nagy Excel táblát, hogy miket kell ezen az autón megoldani. Azt mind összeszedjük, megoldjuk, mire az autó november közepére visszakerül az Árpihoz. Addigra az alkatrészek nagy része együtt kell, hogy legyen ahhoz, hogy csak így össze kelljen lapátolni. Akkor is lesznek még problémák, tehát nem hiszek benne, hogy összerakáskor nem derül ki, hogy jaj, még ez is kellett volna, egy ilyen alát, itt egy olyan. Szerencsére az Alfához lehet alkatrészt kapni, kevésbé szerencsére az a 2 alkatrész forrás, ami most működik vám és áfa nélkül, az egyik osztrák, a másik német, az német az OKP, honnan már rendeltem is, azok nem olyan jók, mint az angolok voltak, az Alfa Classics, meg a Classic Alfa, meg az Alfa Holix. Az volt a 2 legjobb bolt, csak onnan most minden olyan drágán jön már a Brexit miatt, hogy beledöglünk. Vagyis hát a 27% áfa miatt jön drágán, tehát nem az angolok olyan drágák, hanem ugye van, ahol éhes egy kicsit az állam. Amikor hoztam haza az autót Magstadtból, akkor elég sokan megszóltak, hogy há, beleült, és akkor még olajat se cserél, meg nem tudom mi. Erre én is gondoltam, hogy kéne olajat cserélni, barátom. És föl is voltam rá készülve, hogy bemegyek egy ilyen benzinkúthoz, és tudod, legalább, ha a szűrőt nem is, de legalább kiszivattyúzom belőle a használt olajat, és beleteszek újat. Csak közben megtudtam, hogy Igor Paulinyi 2020-ban meghalt. Ezt az autót én 2022 elején vettem, tehát az olaj az másfél éves volt benne, ugyanis itt van, sőt, még 21-ben valamiért cseréltek benne olajat. Látod? 21-ben még cseréltek olajat, 3000 kilométerrel ezelőtt. Tehát én ezt az olajat nem akartam buzergálni, mert ez szerintem egy jó olaj, ami benne van. Különben még annyit mondanék a motorról, hogyha megnézed, ez egy másfajta motor, mint az 1003-asban volt, ezt most így innen nem fogod látni. Ez egy magasabb motor,
Magasabban vannak a karburátorok is rajta. Megint egy dízel, csodálatos hangjuk van ezekben az utcákban. És ezen nem Solex, hanem Weber karburátorok vannak, látod? És a Weberek sokkal jobb karburátorok, mint a Solexek. De egy csomó minden miatt ez az autó azért egy sokkal jobb dolog, mint a kicsi 1003-as. Én úgy gondolom, hogy Árpi körülbelül egy-másfél hónap alatt össze fogja rakni az autót. Azt jelenti, hogy lehet, hogy december végére készen lesz. És akkor jön majd a herce-hurca, ugye az OT-s bejelentéssel, stb. Én úgy gondolom, hogy jövő nyárra szerintem ebből az autóból autó lesz, hogyha minden rendben megy. Ha nem megy rendben, akkor szívtam, de eleve úgy vagyok vele, hogy most vettem egy átmeneti autót, ami ennek a helyén állhat, tehát most nincs garázs probléma. Ez most itt maradhat még arra 2,5 hónapra, és utána nem foglalom többé a Miki garázsát, mert meg lesz a hely a kirándulós autónak, és ez meg amúgy is el lesz tőlem, nem nálam fogja foglalni a helyet. Ja, szóval most nagyon bizakodó vagyok, mert együtt van a csapat, együtt van a derékszög, együtt van az időterv, együtt van az autó, és együtt van a pénz arra, hogy minden befejeződjön, és hát azért ez egy rémesen csinos és rémesen jó dolog lesz, hogyha minden igaz. Ez az autó, ez jó eséllyel sokkal-sokkal jobb lesz, mint az 1003-as volt. Jó eséllyel sokkal többe fog kerülni, hiszen már most is sokkal többe került így, ahogy van roncs állapotában, de fényes a jövő, és csak bírjuk egészséggel, energiával, melóval. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Iratkozzatok fel, lájkoljátok az adást, de lehet, hogy így van fordítva. Olvassátok az olvastárat, mert abban meg írok róla, amennyit tudok, mert most 10 óra lesz mindjárt, és délután 4-re hazajön a Kati, akkor lóhalálban bepakoljuk a Triumfba az ő cuccait is, és elindulunk, Nagykanizsánál fogunk aludni, és másnap Cserviában találkozunk a többiekkel, és kezdjük az adásokat. Őt pedig most elteszem. Sziasztok, köszönök mindent!